Milyen lesz a kultúra Krisztus visszatérése előtt? Geri Hemrik tanítása. Lukács Evangélium 17. részéből szeretnék olvasni, a 20. verstől a 37. versig. A rész végéig. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, Jézus, mikor jön el az Istenország, a feleltnékik és monda. Az Istenország nem szemmel láthatólag jön el sem azt nem mondják, ímé itt vagy ímé amott van, mert ímé az Isten országa ti bennetek van. Monda pedig a tanítványoknak, eljön az idő, mikor kívántok látni egyet az ember fiának napjai közül, és nem láttok. És mondják majd néktek, ímé itt van, itt vagy ímé amot van, de ne menjetek el, és ne kövessétek. Mert miként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik, úgy lesz az embernek fia is az ő napján. De előbb sokat kell néki szenvednie és megvettetnie en nemzetségtől. És miként nói napjaiban lett, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Ettek ittak, házasodtak, férjhez mentek, mind a manapig, amelyen Noé a bárkába bement, és eljött az özönvíz, és minden neked elvesztett. Hasonlóképpen, mint a lót napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amely napon kiment lót sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek fia megjelenik. Az a napja, aki a háztetőn lesz, és az ő holmia a házban, azon a napon, ne szálljon le, hogy elvigye, és aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra. emlékezetek lót feleségére. Valaki igyekszik az ő életét megtartani, elveszti azt, és valaki elveszti azt, megeleveníti azt. Mondom néktek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban. Az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. Két asszony őről együtt. Az egyik felvétetik, a másik elhagyatik. Ketten lesznek a mezőn. Az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. És felelvén mondanak néki, hol, uram? Ő pedig mondanékik, ahol a test, oda gyűlnek a sasok vagy saskesejük. Nos, ez egy furcsa csak következtetés mind abból, amit Jézus eddig mondott, és valahogy itt fennakadunk. Úgyhogy hadd kezdjem először az utolsó versnél. Jézus azt mondja, hogy bárhol is van a test, a sasok ott fognak összegyűlni. Egyes fordításokban a sasok helyett kesejük, mert itt az az elképzelés, hogy egy ragadozó madár valami holttesten táplálkozik. És tudom, hogy szeretünk a sasra gondolni, mert ez egy fenséges lény, országunk nemzeti madara, de ez olyan, mint a saskesejű, vagy kesejű, egy dögevő állat, amely az elhullott állatok után kutat. És az a mondás valószínűleg elterjedt volt Jézus korában, ami körülbelül azt jelentette, mintha ma azt mondanánk, hogy ahol füst van, ott tűz van. És Jézus ezt a mondást használja, ami valószínűleg általános volt az ő korában, hogy ahol a test van, oda gyűlnek a sasok. Azaz, ahol füst van, ott tűz van. Mindaz, amit ez a vers jelent, hogy amikor a körülmények megértek a földön, akkor Jézus vissza fog térni ugyanolyan bizonyosan, mint ahogy egy ragadozó madár ö, megtalálja az elhullott állatot, vagy elhullott testet. Tehát azt mondja, hogy lesznek bizonyos feltételek, amelyek érettek lesznek arra, hogy visszatérjek, és ugyanolyan biztosan vissza fogok térni, ahogy egy kesejő, egy sas oda talál, ahol az elhullott állat teste van. Mielőtt Jézus visszatérne, itt ezekben a versekben felvázol bizonyos társadalmi és szellemi állapotokat, melyek uralkodni fognak akkor a Földön. Közvetlenül az ő második eljövetele előtt. Erről olvastunk. A szellemi helyzettel, a szellemi klímával kezdi. A Föld szellemi állapotával. Figyelmeztet minket, és óva hamis profétáktól és hamis messiásoktól. Ezt olvastuk 22-től a 24 terjedő versekben. Megnézed a Bibliádban a 22 és a 24 vers között, Jézus a tanítványaihoz beszél, és azt mondja, tudjátok, az emberek nagyon szeretnék látni az én napomat, s bár most nem látják, ezt nem jelenti azt, hogy nem is fog jönni. El fog jönni, de annyira buzgón, és alig várják az Úr visszatérését, hogy az Úr szükségesnek látta figyelmeztetni a tanítványait, ami a szellemi állapotot illeti majd ezen a bolygón. Közvetlenül az ő második jövetelét megelőzőleg. Azt mondja, az olyan lesz, hogy az emberek annyira vágynak az ő visszajövetele után, hogy sajnos mindenféle hamis tanítót és hamis profétát magukhoz fognak ölelni, gondolván, hogy ez Jézus. És Jézus azt mondja, ne fussatok ezek után, ne kövessétek őket, mert ezek hamis proféták és hamis tanítók. Mert lesznek emberek, akik azt mondják, hogy ők a messiás. Azt mondják, hogy ők a próféta, de valóságban hamis dolgokat mondanak. Ezért arra ösztönöz minket, és arra bátorít minket Jézus, hogy emlékezzünk arra, hogy amikor ő újra eljön, azt majd észre fogjuk venni. Értitek? Azt észre fogjuk venni. Észre fogjuk venni. Ne gondold, hogy lemaradsz Krisztus második jöveteléről. Ez nem olyan lesz, mintha valaki azt mondaná neked, Figyelj, hallottad, hogy Jézus újra visszajött? Igen, visszajött. Igen, igen. Tényleg, én éppen Clevelandban voltam elfoglalva. Egy diszkóban és akkor elkezdi neki mondani, hogy ilyen volt a diszkó, meg olyan volt a diszkó. De ez csak tréfa, mert nem így lesz. Tehát, ha valaki azt mondja, én vagyok a Krisztus, azon ne lepődj meg, mert mindenki tudni fogja, amikor az valódi Úr Jézus visszatér. Ez nem rejtély lesz. Jelenések egy hétben azt olvassuk, Ímé eljö a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. És ez az, amit olvasunk a 27. versben, nézzétek meg újra, és erre gondol a 24. versben, amikor azt mondja, hogy mint a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik, úgy lesz az embernek fia is az ő napján. Tehát ez egy olyan, mint egy hatalmas villám, az, ami az egész bolygót beborítja. Egyik végétől a másikig az emberek látni fogják és tudni fogják, amikor Jézus visszatér. Hogy mikor tér vissza, de aztán hozzáteszi a 25. versben, hogy előbb neki önmagáról beszél, sokat kell szenvednie és megvetetnie e nemzetségtől. Tehát mivel Jézus a tanítványaihoz beszél, és az ő második eljöveteléről beszél, azt mondja, hogy először szenvednem kell, és mennem kell a keresztre, mert ez a nemzetség meg fog vetni engem. Ez a nemzedék el fog utasítani. Ezért felvázol néhány dolgot a második eljövetelével kapcsolatban, és azt mondja, hogy ezt elmondom nektek, de mindenek előtt tudni akar akarom, hogy tudjátok, hogy először szenvednem kell. Mert ez a generáció el fog utasítani, majd tovább megy, és leírja nem csak a, a szellemi atmoszférát, a lelki állapotot, amikor sok hamis proféta és hamis tanító lesz. És hogy ezeket ne kövessétek, ne menjetek utánuk. Ne gondoljátok, hogy lemaradtatok Jézus második eljöveteléről, mert Jézus el fog jönni, és mindenki meglátja őt. És ezek után átlép a, a szociális állapotra, a társadalmi légkörre, a föld társadalmi klímájába. És itt hasonlítja azt az időt Noé napjaival és Lót napjaival. És azt mondja, közvetlenül második, eljöv... második jövetelem előtt a kultúra nagyon hasonló lesz ahhoz, amilyen Noé napjaiban volt és Lót napjaiban volt. Mindkét férfit a Teremtés könyve említi. Életüket körülbelül 250 év választotta el egymástól, Lót és Noé és Lót életét. Mindketten igaz emberek voltak családjukkal együtt, akik egy nagyon igazság nélküli időben éltek. Valójában Noé idejében annyira gonoszok voltak a napok, a hatodik rész ötödik és hatodik versében olvashatjuk, egész a nyolcadik versig, hogy az Úr látta, hogy megsokasult az ember gonossága a földön, és hogy szívének, szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. És megbánta az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódott az ő szívében. És azt mondta az Úr, eltörlöm az embert, akit teremtettem a földnek színéről, az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat és az égmadarait, mert bánom, hogy azokat teremtettem. És a következő vers azt mondja, de Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Ezért mentette meg Isten Noét és a családját. Megmentette őket az özönvíztől, amely ítélet volt a földön, mert Noé kegyelmet talált Isten szemében. És Jézus azt mondja, hogy ugyanúgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban volt. Lót napjai nem különböztek Noé napjaitól, abban az értelemben, hogy itt van egy igaz ember, aki egy igazságtalan, gonosz ö, időben él, és a Teremtés könyve azt mondja, hogy Isten szomorkodott Sodoma és Gomora gonossága és szexuális perverziója miatt. Sodoma és Gomora testvérvárosok voltak, és a szexuális perverzió elterjedt volt azokban a városokban. Ezért van az az angol kifejezés, hogy Sodomia. Erről a városról kapta a nevét. Ezért Isten elhatározta, hogy elpusztítja ezt a két várost. De mielőtt ezt tette volna, elküldött két angyalt, akik emberi formában jöttek, hogy szó szerint megmentsék Lótot és a családját, hogy kimentsék ezekből a városokból, ebből a városból, hogy fizikálisan kivigyék őket onnan. Teremtés könyvének 19. részéből a 16. vers mondja, hogy mikor Lót késedelmeskedett, megragadták a férfiak az ő kezét, az ő feleségének kezét, és két leánya kezét az Úr iránta való irgalmából, és kivitték őt, és otthagyták a városon kívül, ott helyezték el őket. Fizikálisan erőszakkal kellett kivinni őket, és megmenteni őket, mielőtt Isten ítélete jött volna az égő kén formájába, van, hogy elpusztítsa ezeket a városokat. És sokan ismeritek a történetet, és tudjátok azt, ami Lóttal és családjával történt, hogy Lót a felesége és a lányai, ahogy menekültek ki a városból, magasabb helyre, a Biblia azt mondja, hogy Lót felesége visszanézett. És az erre utaló Héber szó azt jelenti, hogy vágyakozással tekintett vissza mintha azt mondaná, sajnálom a házamat, hogy ott kellett hagynom. Sajnálom a barátaimat, és volt ott egy jó kis könyvklubunk, és így tovább. Visszanézett, és Isten őt egy só oszloppá változtatta. Ez lett a vége. Lót feleségének. Jézus azt mondja, figyeljetek, a második eljövetelemet megelőző napok olyanok lesznek, mint Noé napjai, és lótnapjai, elterjedő gonoszság, perverzió, de emellett Jézus azt mondja, van itt valami, aminek kell, hogy tudatában legyetek, a gonoszság és a, a perverzió közepette, hogy mindezeknek a dolgoknak közepette az élet úgy megy, mintha normális lenne, mert az emberek elviselik, sőt ünneplik majd ezt, mint normálist. Azt fogják gondolni, ez így rendben van, nem nagy ügy. Ezt írti Jézus a 26. és 28. versekben. Tessünk még egyszer erre egy pillantást, a 26. vers. És miként Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek mind a manapig, melyen Noé a bárkába bement, és eljött az özönvíz, és mindenkit elvesztett. Mindent elvesztett. Tehát az élet zajlott a megszokott módon, annak ellenére, hogy körülöttük volt ez a szörnyű gonoszság. A perverzió, az élet szokásos rutinjait végezve, zavartalanok voltak az emberek. 28. vers azt mondja, hasonlóképpen, mint lótnapjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amely napon kiment lót sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Produktívak voltak a munkába, mentek dolgozni. Az élet úgymond normális volt, míg minden más, ami körülöttük történt, egészen más volt, mint a normális. De annyira érzéketlenek voltak ez iránt hogy azt hitték, ez a normális. Nem zavarta őket. Nos, nem Noéról van szó, és Lótról. Őket nagyon is zavarta és aggasztotta mindaz, ami az ő világúban történt. De Jézus azt mondja, hogy nem csak, hogy a gonoszság növekszik majd egyre inkább, a világban és a kultúrában mielőtt ő visszatér, hanem az emberek mindezt eltűrik, sőt ünneplik mintha ez lenne normális, és az élet megy tovább mindenki más számára, kivéve azokat, akik istenfélő életet igyekeznek élni, mint Noé és Lót az ő napjaikban. Éter, amikor ő írja a második levelét, akkor ő történelmileg felhozza azt a, ezt a tényt, amikor kettő pét, kettőben, a hetedik, nyolc versben, hetedik és nyolcadik versben azt írja, hogy Lót az istentelenek között az ő fajtalanságuk miatt elfáradt. Őt lenyomta ez, és hozzáteszi Péter a nyolcadik versben, hogy az az igaz ember, már mint Lót, azon gonosz cselekedeteiket látva és halva, napról napra gyötri az ő igaz lelkét. Éreztél valaha is így? A gonoszság a törvénytelen miatt? Érezted a lelkedben, hogy, hogy lenyomnak azokat a dolgok, amiket látsz történni ma a mi világunkban? Gyötörtek téged valaha is azok a dolgok, amiket látsz és hallasz? Erre számítani kell. Ha Istenfélő életet fogsz élni az Úrnak tetszésére, akarsz élni ebben a nagyon istentelen világban, akkor az a lelkednek és a szellemednek nagyon nyomasztó lesz. Nehéznek is megterhelőnek fogod érezni magad, nehéznek is megterheltnek fogod érezni magad ebben a világban. De ugyanúgy, ahogy Isten megmentette Noét és családját, Lótot és családját, mielőtt az ítéletet elhozta volna, ugyanezt fogja tenni azokkal a hívőkkel, mielőtt ítéletet hoz a földre. És erről van szó a 34. és 36. vers közötti részben. Amikor Jézus arról beszél, hogy ketten lesznek egy ágyban, az egyik felvétetik, a másik elhagyatik, és két asszony őrül együtt, az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik, és két férfi dolgozik a mezőn, az egyik felvétetik, a másik elhagyatik. Jézus itt arra utal, amire ő itt utal, az az, amit mi az elragadtatás tanának nevezünk ahová Isten vinni fog néhány embert fizikálisan erről a földről, mielőtt ő elhozza az ítéletét a földre. Az igazak kivétetnek innen. Az igazságtalanok pedig, akik elutasították őt, elfogják fogják szenvedni gonoszságok következményeit, hogy elutasítják Istent egy gonosz világban. Ezért Jézus arra utalít, hogy az igazak elragadtatnak, amikor azt mondja, hogy két ember dolgozik együtt, és két asszony őről együtt, egyikük igaz az Úr előtt, azt az Úr elviszi, a másik pedig itt fog maradni. Ezért fontos az, hogy most kerüljünk helyes kapcsolatba Istennel, mert nem tudjuk, mikor fog visszatérni az Úr, ezért készen akarunk állni, hogy vele menjünk, hogy biztonságban felvitessünk a mennybe. Mert az ítélet jön erre a földre. És is, ahogy Isten hűséges volt Noé és családja megmentésében, azzal, hogy a bárkáról gondoskodott, mielőtt az özönvíz jött volna, ítéletet hozva erre a világra, és ahogy Isten hűséges volt angyalokat küldeni, hogy Lótot és az ő családját fizikálisan kivezessék sodomából, mielőtt az égő Kénkő eset volna ezekre a városokra, Isten ugyanígy meg fogja, megmen, meg fogja menteni az igazakat is, mielőtt ítéletet hozna a földre. Mi nyugodhatunk ebben, bíznunk, bízhatunk Istenben ezt illetően. Természetesen, természetesen van nyomorúságunk ebben a világban, kispetővel, nyomorúság, mivel egy bukott világban élünk. De a nagy nyomorúság nagybetűvel, amelyről a jelenések könyve beszél. Azonban Pál az 1 Thessalonika 4 azt mondja erről, hogy először feltámadnak a Krisztusban meghaltak, és aztán mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk, hogy találkozzunk az úrral a levegőben, és így mindenkor az úrral leszünk. Azért bátorítsátok egymást mindenkor ezekkel a szavakkal, ezekkel az igékkel. És ahogy Péter is mondja második levelének második részében, 5-től 9 azt írja le, hogy Isten nem kedvezett a régi világnak, de Noét az igazság hirdetőjét nyolcad magával megőrizte. A Noét, aki az igazság hirdetője volt, de özönvízzel borította be az istentelenek világát, és a sodoma és gomorra városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta. Például tévén azokra nézve, akik istentelenkedni fognak, és megszabadította az igaz lótot. Erről ír Péter itt a második levelében, és hozzáteszi a kilencedik versben, meg tudja szabadítani az óra kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára, büntetésre fenntartani. Tehát Isten hűséges és gondoskodik az igazakról. De ki kell tartanunk, erősnek kell lennünk egy nagyon gonosz időben. Hát, ha megnézzük ezeket a verseket, melyeket olvastunk, összefoglalva azt mondhatjuk, illetve azt láthatjuk, hogy milyen lesz az állapot és a kultúra Jézus visszatérését közvetlenül megelőzve. Tehát összefoglalásként hadd mondjam el még, hogy egy, az igazak egy gonosz többség között fognak élni, mint kisebbség. Látjátok a hasonlóságot? A gonos, a világban lévő gonoszság, ez a kettes pont, a világban lévő gonoszságot nem csak hogy eltűrik, hanem ünnepelni fogják, mint normál, rutin dolgot. A harmadik pedig, amiről az imént beszéltünk, hogy Isten megmenti az igazakat, mert ő ítéletet fog hozni a gonosz világra. Ez az, amit itt Jézus mond. Ez az események idővonala így fog lezajlani. De mielőtt Isten megment minket, majd megítéli a világot, van nekünk egy küldetésünk. A küldetésünk pedig az, hogy megnyerjük a világot Krisztusnak. Nem vonulhatunk vissza, és nem mondhatjuk, hogy igen, Jézus újra eljön, csak mi igazak bújjunk össze, és szigeteljük el magunkat, mert a világ úgyis olyan őrült, és egyre inkább az lesz, Nos, nekünk van egy bibliai küldetésünk, hogy megnyerjük a világot Krisztusnak. De a kérdés az, hogyan tudjuk fenntartani bibliai küldetésünket, hogy megnyerjük az embereket Krisztusnak, hogy megnyerjük a világot Krisztusnak, és közben megvédjük magunkat annak istentelen befolyásától. Mert ha nem vettétek volna észre, a világnak is van egy küldetése. Ez pedig az, hogy megnyerjen téged. Ma két egymással ellentétes küldetés zajlik a világban. A világ küldetése felénk az, hogy megfelelővé tegyen minket a világ számára. Ez a világ küldetése felénk. A mi küldetésünk pedig a világ felé, hogy változzatok meg, térjetek meg. Ezek nagyon különböző küldetések. A világ küldetése alkalmazkodjatok hozzánk. Feleljetek meg nekünk, értékeinknek, filozófiánknak, kultúránknak, a trendeknek, a mi hit, hivi, hiteinknek, hiedelmeinknek, a mi rendszerünknek. Erről próbál minket meggyőzni a világ. Csak alkalmazkodj, mi jobban tudjuk, mint te, hallgass, és ne is kérdezz tőlünk. Ne akar minősíteni, csak igazodj hozzánk felej meg nekünk, légy megfelelő. Mi okosabbak vagyunk nála, többet tudunk. Ez a világ küldetése és egyetlen céljuk, hogy belepréseljenek minket az ő általuk készült formába. Míg a mi küldetésünk, a gyülekezet küldetése, Krisztus követőinek küldetése, hogy hogyan segítsünk az embereknek átalakulni. Jézus Krisztus ereje és személye által. És amikor ez megtörténik, az értékeid, a hited, a céljaid, a vágyaid, a normáid megváltoznak, és nagyon különbözőek lesznek a világétól. És nézzétek, a világ agresszíven próbál rávenni téged és gyermekeidet, hogy alkalmazkodj és meg fognak szégyeníteni, ha nem úgy viselkedsz, nem úgy beszélsz, nem úgy gondolkozol, és nem úgy hiszel, mint ahogy ők. És ami végül következik, ami a megszégyenítést követni fogja, az az üldözés. Ami a megszégyenítést követi, hogyha nem teszed, amit akarnak, ha nem alkalmazkodsz, megszégyenítenek, és erőszakkal próbálnak téged az alkalmazkodásra rábírni. És ha nem teszed, üldözni kezdenek. Ne gondoljuk, hogy mentesek vagyunk, vagy leszünk attól, amit a keresztény világ többi része elszenved, amit a világ más részein megtapasztalnak. Tehát nem szabad azt gondolnunk, hogy ettől mi örökre mentesek leszünk. Nem. A 2. Timóteus 3.12 azt mondja, Mindazok, akik Istenfélő módon akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Mindazok üldöztetni fognak. Mit tegyünk tehát? Nem hagyhatjuk el küldetésünket. Isten adott nekünk egy küldetést, hogy elérjük ezt a világot. Tehát mit kell tennünk? Nézzük meg Jódás levelét, a huszadik verset. Ti pedig, szeretteim! épüljetek a ti szentséges hitetekben, imádkozva a szent lélek által. Meg kell erősödnünk, fel kell építeni a mi hitünket. Hogyan történhet ez? Van néhány módja, az egyik, te és én nem hanyagolhatjuk el, ami személyes odafigyelésünket és odaadásunkat Isten ígéje iránt, imádságban. Mert ezek a napok azt kívánják, hogy személyesen legyünk felelősek azért, hogy fogjuk a Bibliánkat és időt szakítsunk arra, hogy keressük az Urat, hogy helyes kapcsolatban legyünk vele, hogy olvassuk a Bibliát és imádkozzunk, keressük az ő arcát, és erősödjünk meg, felépülve a mi szentséges hitünkben. Ez a mi személyes felelősségünk. De van ennek egy közösségi aspektusa is, hogy összejöjjünk, mint ahogy most is tesszük. Nagy csoportokban, vagy kis csoportokban, vagy házi biblia tanulmányozásokban. Közösségekben, mert bátorítanunk kell egymást, erősítenünk kell egymást, és kell, hogy tanulmányozzuk Isten igéjét együtt, Mind a kettőre szükség van a személyes tanulmányozásra is, és a közösségben együtt való tanulmányozásra is. Ha volt valaha idő, amikor nekünk a gyülekezetnekben szükségünk volt egymásra, akkor az most van. Akkor az most van. És a zsidó 10 -25... és a zsidó 10-25 talán soha nem volt reálisabb, mint most. Amely ezt mondja, ne hagyjuk el a magunk összejövetelét, miképpen szokásuk némelyeknek, hanem incsük egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy a nap közelget. A nap a Krisztus visszatérését jelenti. Jézus elmondja, hogy milyen név válik ez a kultúra. Akarom, hogy tisztában legyél ezzel, de ne veszítsd el a küldetést, amit nem hagyhatunk el, hogy ki kell mennünk a világba, hogy fel kell építeni magunkban a lehető legszentebb hitet, hogy bátorítani kell egymást, hogy erősíteni kell egymást, és erősnek kell lennünk az Úrban, hogy hűek legyünk a küldetéshez. Ha ki akarunk menni a világba, először fel kell épülnünk, hogy továbbra is képviselhetjük, képviselhessük őt anélkül, tehát, hogy képviselhessük őt anélkül, hogy a világ áthatná a mi szívünket. Amen.